A kelet-nyugat gála miatt két hetet készülhettek a csapatok a 10. fordulóra, így a többi együtteshez hasonlóan a nyíregyháziak is igyekeztek kihasználni a bajnoki szünetet. Sitko Ernő egy mini alapozást vezényelt a játékosoknak, akik így gyűjthettek egy kis plusz erőt az évvégi hajrá előtt. Az erőre szükség lesz vasárnap, mivel a nemzetközi porondon is érdekelt, Sopront fogadja a Marsó NKK. Valóban erős a Sopron is, ugye a héten megverték a Cibona Zágrábot, igaz, Sopronban a hazai pályán, de azért mindenféleképpen egy erőt mutat az, hogy a horvát bajnokságban vitézkedő csapatot ők meg tudnak verni. Tényleg sok játékosuk van, sok bevethető játékosuk van. Igazából ellenük csak egy jó csapatjátékkal tudunk győzni. Az a legfontosabb, hogy újra úgy tudjunk játszani, mint ahogy Jászberényben játszottunk, megkeresve a legjobb helyzeteket, azt a játékost megkeresve a pályán, akinek éppen jó napja van, és kihasználni az előnyeinket. Ha ezeket nem tesszük meg, akkor az egyénieskedő játékkal úgy gondolom, hogy nem sok esélyünk lesz. A szakmai igazgató szerint az időnkénti egyénieskedés hátterében az áll, hogy a csapaton belül még mindig nem alakult ki az a hierarchia, amely elengedhetetlenül szükséges az eredményes játékhoz. Nagyon várnám az idősebb játékosoktól, hogy előrelépjenek. Egy kis vizsgálatot is csináltunk a csapaton belül, és sajnos az a probléma, hogy nem esik minden egybe úgy a csapat hierarchián belül, ahogyan szeretném. Itt gondolok a hierarchiára, illetve a pályán nyújtott teljesítményre. Kell még több játékostól jobb teljesítmény, és nincs mese, valakinek föl kell vállalnia ezt a szerepet. Meglátjuk, hogy az elkövetkezendőekben lesz olyan játékos, aki ezt meg tudja tenni, de enélkül nagyon nehezen fogunk tovább lépni. A 10. fordulóból két meccset már lejátszottak, a Zalaegerszeg 82-70-re verte a Jászberényt, a MASZ pedig hazai pályán 93-71-re kikapott a Kecskeméttől. A további párosítás atomerőműese Albafehérvár, Körmend Kaposvár, Szombathely Szolnok és Szeged Pécs. A Marsó-Nyíregyháza Sopron mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsé Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást.